Üdvözlet mindenkinek, itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban szeretnék néhány cikket megmutatni a szaharai homokkal, homokviharral kapcsolatban. Vajon mi igaz ebből, mi a jelentősége a mi életünkre nézve, és majd el fogunk kanyarodni az időjárás módosítás, illetve a chemtrail irányába. Azt hiszem, hogy ez kettő valamilyen formában összefügg. Mielőtt nekivágnék ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Nem is húznám az időt, csak felvázolom, hogy mi a helyzet legalábbis az újságok beszámolói szerint, online újságok nyilván, sokszínű vidék.24.hu, de végtelen mindenki foglalkozik ezzel, most 180 ezer tonna szaharai homok hullott Európára. Április 2-ai ez a hír, április 1-én kezdődött, feltételezem, ez a bolondok napja, gondolom ennek is köze van ehhez. Kerülni kell a szabadban történő fizikai aktivitást mindaddig, amíg homok van a levegőben. Az elmúlt napokban a forró és erős szél természetes eredetű szennyező anyagot, szaharai homokot hozott Európa fölé, Afrikába. Ez eljutott egészen Svájcig. Szakember azt tanácsolta a lakosságnak, hogy tartózkodjanak minél kevesebbet a szabadban, és az interneten kísérjék figyelemmel a levegőben levő szennyező anyagok koncentrációját. Kerüljék a szabadban történő fizikai aktivitást mindaddig, amíg homok van a levegőben. HVG képes beszámolóval készült az április 1-én, nagy a szállópor koncentráció, a látótávolság drasztikusan csökkent, és éjjel jöhet a sáros eső. Számos haszna van ennek a jelenségnek. Az egyik talán az, hogy megint lehet riogatni az embereket valamivel, amitől lehet rettegni. Szinte hétről hétre valami új dologgal kell, hogy előálljanak azok, akik a világot kontrollálják, hogy a csordát megtartsák abban az irányban, amelyikben szeretnék. Fear will keep the local systems in line. Fear of this battle station. Budapesten 25 fokkal megszületett az új maximum hőmérsékleti rekord. Szlovákul Leles településen, ami 108 méteren helyezkedik el, 25,6 fokot mutatott a hőmérő. Ez ugyan nem rekord, de itt tavaly május második felé kellett várni ilyen melegre. Utoljára 1989-ben fordult elő Szlovákiában, hogy nyári napot regisztráltak márciusban, és szombaton Ausztriában is több mérőállás jelentett 25 fok körüli hőmérsékletet. Egyre többen tehát összhangba hozzák, vagy összefüggésbe hozzák ezt a szaharai homokot, illetve az időjárás változását, ugyanígy van ez a muscle.ro weboldalon, furcsa tavasz, erőteljes lehűlés, szaharai homok. Az számunkra, vagy a többség számára a valóság, amit látnak a hírekben, különösen amit általuk elfogadhatóak vagy hitelesnek vélt hírforrások megjelentetnek nekik. Ez az, ami számukra a valóság. Sajnos nem lehet elmondani. Valójában mi a Matrix? A valóság az sokkal tágabb, mint az a kis szelet, amit az ember szemlél. A saját perspektívájából egyrészt, másrészt meg az alapján, amit lát vagy hall a hírekben. Ez a világ, mellyel eltakarják szemed elől az igazságot. És ahogy ígértem, eljutottunk ide a chemtrailhez. Valósággá válik a világ legdurvább összeesküvés elmélete, jön a chemtrail 2018. november 26. Több mint 5 éve. A napsugárzást tompító kemikáliákat permeteznének szét a kutatók a Föld légkörében a globális felmelegedés lassítása érdekében. Derült ki a Harvard Egyetem és a Yale Egyetem kutatóinak tanulmányából. Tudjátok, hogy hívják? Stratoszférikus aeroszol injekció. Faultissima fingus. Ez a geomérnöki beavatkozás felére csökkenteni a klímaváltozást okozó hőmérséklet emelkedésnek a mértékét. A kutatók egy külön erre a célra kifejlesztett repülőgéppel permetezdik szét a stratoszféra alsóbb rétegeiben. Milyen érdekes, hogy az összeesküvés elmélet hívők erről beszélnek már évtizedek óta. Tiszta igaza volt. Az emberiség megérett arra, vagy sokkal inkább visszafejlődött annyira, hogy már ezt is elfogadják, hogy kén-dioxidot fecskendezzenek a levegőbe, és aztán azt mondják, hogy ez nekünk majd jó lesz. Okay. Yeah. 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 Yeah.
végül is mi baj lehetne kén-dioxid? Ezt sem tudom képzelni. Az éghajlati beavatkozás egyik ilyen lehetséges módszere az úgynevezett stratoszférikus aeroszol injektálás, célja, hogy a vulkánkitörések bolygóhűtő hatását utánozza, azáltal, hogy kén-dioxidot juttat közvetlenül a stratoszférába, ahol az a napfényt visszaverő szulfát, aeroszolokat fogja képezni. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Ugyanez a helyzet a szaharai homokkal, hisz a homok úgy viselkedik, mint az üveg visszaveri a napfényt, ezért csökken a hőmérséket, ahol megjelenik ez a homok. Talán emlékszik mindenki a Geostorm, vagy tűzvihar, nem tudom mi volt ennek a magyar címe, Gerard Butler filmre, ahol szintén időjárás módosítása próbálkozott az emberiség, és akkor is mindenféle komplikációk léptek fel. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.